jöttek a román borok, az egyébként boroznék, úgyhogy meg kell valaki, aki egyszer felvilágosít ez ügyben, de a söröket kezdtük elnézegetni. És akkor szerintem az üveges csuk prémium most az vezet nálam. Azóta megkérdeztem tegnap a szakértőket, és mondták, hogy annak idején Bukarestbe csinálták még, de aztán átvitték Kolozsvárra, hogy jobb a víz. És hogy azóta igazán jó a... És tegnap összehasonlító elemzést is készítettem a csiki és a csukkal, de nálam a csuk győzött. Ott én ezt éreztem finomabbnak, de hát ez csak az én szám. Úgy gyenge vagyok, pedig erősnek kellene lenni. Csajozás miatt, hogy nyomban menjen. Annak idején én 16 évesen kiültem otthon az erkélyre, hogy lássanak, hogy gitározom. Hiszen ezért lettem zenész. Szeretem azt, hogy a lányok így megnéznek. De aztán később meg rájöttem arra is, hogy talán még szeretem is csinálni. Ebből valamennyire most már értek is hozzá, nem tudom. Ez a szám arról szól, a 16 éves fiú szeretne dugni, természetesen nem sikerül neki, és én vagyok az. Magyar alternatív zenekarokat, mondjuk mint az Európa kiadó, a Neurotic, vagy épp a Kispál. Hát a külföldiek közül meg a Radioheadet szeretem, Nine Inch Nails, meg főként elektronikus zenéket hallgatok. Mondjuk mint a 90-es éve Apex Twin, az ilyen kísérletező jellegű, aztán most inkább Ámon Tobinő egy ilyen brazilian nukleáris drum and bass, meg ilyeneket csinál. Medvesör, másnapos, hotelszoba, erdélyi csorba. Ja, meg az még ma hallottam, fogpaszta. Ezt nem használjuk otthon ezt a szót, fogpaszta.